Influenza járvány ide vagy oda, a sárospataki egészséges kisiskolásokat nem tarthatta vissza semmi attól, hogy ma egy élménnyel gazdagabbak legyenek. A Művelődés Háza és Könyvtára egy mesejátékot kínált számukra. A Kalotaszegi Magyar Népmese Színház előadásában a Rózsavitéz című történetet ismerhették meg. Nevünk Magyar Népmese Színház, ez teljesen tudatos. Azért választottuk ezt a nevet, hogy mindenki rögtön tudja rólunk, hogy mi magyar népmeséket dolgozunk fel. Erre azért vállalkoztunk, mert úgy láttuk, hogy elég kevéssé foglalkoznak a magyar népmesékkel, mert ugye dramatizálni kell és úgy színpadra vinni, de olyan gazdag ez az irodalom, és olyan szép, hogy mi ezt feladatunknak tekintjük, hogy ezzel foglalkozzunk. Igyekszünk ezt még bővíteni autentikus zenével, kis zenei kísérlettel és énekekkel, gyerekmondókákkal. Tehát igyekszünk mindent, amit tudunk a gyerek előadásokba belevinni a magyar népi kultúrából. A Művelődés Háza a gyerekek tekintetében is igyekszik olyan kínálatot nyújtani, ami ennek a korosztálynak megfelelő. Rózsavitéz története pedig igazi élmény nyújtott a fiataloknak. Az intézményünknek fontos célkitűzése, hogy a színházi közönség különböző generációit nevelje, és valójában a gyerekszínházi előadásoknak a hozzászoktatás, az élményszerzés és egyáltalán a színházi műfajjal való alapismeretek átadása fontos célkitűzése. Különböző műfajú programokat szervezünk itt is, és hát nagyon örülünk, hogy az iskolák élnek ezzel a lehetőséggel. A közművelődési intézmény elsősorban a helyi iskolák diákjainak részvételére számít. Azonban most is volt olyan család, akik határon túlról érkeztek, hogy gyermekszínházi előadásnak részesei lehessenek.